Elütöttem egy. Szakumpak, díszebb leesesget cicsájba, és ez köszi. Hat. Szép. De ott van még egy, nem? Balra fut le. Mekkora fejes kapott a jó is. Then. Ah! There it is. Oh, there one. It is. Oh, up! Oh, light him up! Light him up! There's the other one. Oh! There we go. Can he connect? That's one. Oh, he has no life left. Can he connect on his next shot? Oh. Look at this! Cross the top. Kills just talking about. Sorry. Oh my god! Mi csinálhatok ezek? Jó, megvannak. Még egy, még egy. Hal. Oh my god. Egy van. Kettő van. Három hal. Az ég. Hát tök még. Tudnok. Hal. Hápim. Hal, Sonika. Úristen! Létezik ilyen? Fut el! Merre, balra? Sziasztok, közben halli mindenkinek! Oh! 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 Oh!
Eljöttem. Oh. Jó. Nice blind. Na hejó, szevasztok, hali-hali mindenkinek, welcome back, vissza is tértünk, itt vagyunk. Sokkal hamarabb kezdjük a mai streamet, mert egy kis változás lépett be a mai nap, este nem leszek elérhető, tehát most igazából egy rövid stream fél hétig leszek itt. Na, mi újság, hogy vagytok, kinek vagy tehát a mai napja? Még itt gyorsan egy dolgot megnézek, mielőtt itt belevágunk a mai napi menetbe. Nem tudom, hogy a stream címet látjátok-e, nagyon bonyolult a mai napi feladat. Egyetlen egy dolgot kérek tőletek, ahogy ugye a Go Live Notification, ugye láthattátok, hogy arról szól, hogy kérhetek-e egy szívességet tőletek. Igazából, közben pillanat egy e-mailt kaptam, az még az nem kell nekem. Na tehát, hogy írtam egy Twitter posztot, amiben összeszedtem minden olyan dolgot, amivel a PUBG-t szerintem meg lehetne változtatni jó irányba, mert most igazából tegnap játszottam a teszt szerveren, és tök jó élményem volt a tesztszeróval kapcsolatban, csak nem igazán tudsz vele semmit csinálni, mert visszamész a live szerverre, és ezek a kis problémák igazából ugyanúgy újra előjönnek, tehát én most úgy gondoltam, hogy összeszedek mindent, és bízom benne, hogy a PUBG ötletet tud ebből meríteni, és hát ha valamit megcsinál ezekből, ha nem is most, hanem egy hónap múlva, két hónap múlva, tök mindegy. Ezeket tök jó lenne, hogyha megcsinálná, és összeszedtem mindenféle dolgot, tehát itt van egy felkérés, hogy a PUBG parancs, beírtam a chatre, kattintsatok rá, lájkoljátok, kommenteljetek, retweeteljétek, mindent csináljatok, hogyha ti is bíztok abból, hogy a PUBG egy picit tud ezen a dolgon változtatni, és bíztok még a játékba, én még bízok benne, tehát én még lelkesen próbálkozok ilyenekkel. Jó, ha valaki nem látná a posztot, Twitteren meg tudjátok találni. Oké, jó, igen. Oké, na, akkor ez itt egy picit bezárjuk, a Discordon ez streamer mód be van kapcsolva, ez nem kell, és akkor pöröket egy kis PUBG. Tegnap megnéztük a tesszerót, így most ma lelkesen megyünk vissza a rendesszeróra, hogy normális pingek között is tudjunk játszani, és akkor nyomatunk egy kis PUBG, de igazából most tényleg egy rövid stream lesz, kb. 2 órát tudok maradni, de 2 óra alatt azért tudunk egy keveset játszani. Sziasztok Ali mindenkinek! Szia Márk, szia Józsi, szia Andris, aztán Dávid, Dragon, másik Márk, Attila, aztán Donnyitom közben Gagának, köszi a 13. hónapot, szia Katóca, szia Csóvi, neked is köszi a 15. hónapot, micsoda hónapfordulók vannak itt, kérem szépen, rendszer. Szia Robi, szia Ádám, szia Kó, nyúság vagy vagytok, kinek vagy tehát a napja. Nekem szerencsére minden király, eddig elég akciódús, meg eseménydús napom volt, és még csak majd most jön a java. Oké, ez pörög, itt nekem van egy program, amit be kell zárni, meg egy másik programot meg kell nyitnom. Igen,
VH vagy AIM, melyik kell a mai napra? Hát most szerintem elég csak a AIM. Na go! Kis háttérprogramon megy, így már lesz hangunk is, remélhetőleg. Igen, szuper. Zevapinyőke, Hali-Hali. Pungé, PUBG, azaz PUBG parancs, azt kell nekünk. Szava Dávid, Hali-Hali. Na, akkor az 1728-as felbontás még amúgy Discordon amúgy leírta egy srác, hogy kell megoldani, ezt elfelejtettem megcsinálni, tehát azt majd a kövi alkalomra megcsinálom, és akkor most már megnézzük ezt, nyomunk egy árkélet, és utána pedig pörög a sima menet. Szava Dominik, Hali-Hali. Szia Meti, hejó. Na! Fú, egyből már ilyen hangos. Felrobban a fejem konkrétan, F7-tel kell kezdeni. Világ legnagyobb izé pályája. Aha, igen, ezt el is felejtettem felírni, hogy a TDM az megjegyezhetni a beállításaidat. Az öreg probléma, hogy a TDM azt nem jegyzi meg a beállításaidat. Na, ez egy nagyon jó TDM volt. Tetszett. Az lett volna, hogy az egésznek itt lett volna a vége ilyen gyorsan. Ja, tehát igen, a TDM a beállításra elmenthetne még, hogy ne kelljen mindig változgatnod kiegeket. Azt még lehet, hogy pluszba bele is kéne majd írnom a posztomba. Ó! Oh. Na, ki így, Kenny? Assziszt tegyek. Artemisia, egy hely. Micsoda? Berillel onnan lelőtt a gyerek? Mi? Megkérdeztem, hogy ez mit csinál ez a gyerek? Meg végére a Beryl Matyi egy helyben állva. Még egyszer elő Berillel biztos beraportolom, hogy kibannoltatom, mert olyan nincsen, hogy világ végére állva tunkolva Berillel lekenjen. Azért haltam már meg sokszor a játékba, de azért mindennek van egy szintje, meg egy határ. Amit elhiszek, meg nem hiszek. Hagyjuk már, hogy onnan fejből ő. Ez mi ez a gyerek? Hagyod, hogy onnan Berillel 8000 rács között fejbe tud lőni. Hallod? Ez... Az a gyerek, az valamit tud, amit én nem. Még nem tudom, hogy mit, de elég fura, hogy őszinte legyek. Most ott van valaki a fa mögött, hogy hobbul is kezdne. Ó, kajak a házba, szatizik valaki. Na, ezt megbüntetjük, megtanítjuk neki, hogy mit ne csináljon. Nekem pelj a házba! Szóval henker, Hali-Hali. Másik gyerek ugyanazt visszaadja. Jó. Na, hol vagytok? Szevem a tuhalni. Lenne a szívesség? Fekete PUBG parancsot írd be, és ott elolvasni a leírtakat. Ennyi igazából. Jaj, de jó izével pusholni. DMR-rel. Harmadik embert nem is láttam, hogy ott van valahol.
Nagyon sokan vannak most mindenfele. Ez ott mi ez a izé? Hullat, megfeküdt így. Hát ez így gyorsan ez mi ez? Kasztró gyerek azért, na. Elhitte. Ezt meg kinédeljük. Nem nédeljük ki. Assist. Na az utcsó. GG! Fészen olvastad egyébként? Nice, nice. Nincs hittered? Unlucky. Hát elfogytak az enemik. Kiléptek. GG! Szia Spakó, köszi a 8. hónapot. Műság, hogy van a tested az edzések után? Köszi, köszi a 8. hónapot. Mindjárt meg is van az 1 év, olyan szépen haladunk. Oké, ez megvolt. Melyet is? A menet. FPP szóló. Jó lesz most végre rendes pinggel játszani. Nem a 120-130-assal, mint tegnap. Hogy tetszett a tegnap izé tesztszerver nektek? Most amúgy eszembe is jutott egy dolog, amit gyorsan meg kell, hogy nézzek. Egy üzenetet itt gyors meg kell, hogy nézzek még hozzá. Nem ezt kell nekem. Nem is ezt kell nekem. Jó, oké, közben Hunnó, nagyon szépen köszi neked is a 41. hónapot, nagyon szépen köszi a támogatás. 2 napig nem volt semmi bajod, tegnap este valamiért mindkét vállad bedurrant és rettenet fáj, de várjál, akkor az nem izomláz a fájdalom? De akkor az más lesz, az nem hiszem, hogy ettől lenne, nem? Vagy nem tudom. Sziasztok, Twitteren valami más nyelven van írva. Hát ott angolul van írva, ugyanazon Facebookon magyarul, csak Twitteren angolul van. De hát valószínű, szerintem mindenki érti. Mindenki érti azt a kis angolt, semmi bonyolult szó nincs benne. Vagy valakinek bonyolult, akkor ott a Google fordító helyett használjátok a DeepL-t, az a legjobb ilyen angol-magyar fordító. Közben Hunnó, nagyon szépen köszi a 22. subgiftedet Józsinak, és mindjárt egy ilyen hype vonatunk is indul, nagyon szépen köszi. Aztán, hello, a Dorko jó minőségű cuccokat árul, cipőn gondolkozol? A Dorko az nagyon jó minőségű ruhákat árul, bátran tudom neked ajánlani, én nekem is rengeteg, tehát szerintem mindenem van, ami dorkós. Cipő, zokni, boxer, gatya, edzős gatya, póló, pulcsi, kabát, mindenem van, és mindent szeretek, és minden nagyon jó. Izületed érzed, de gondolod megerőltetett, mert vállad rettenetesen gyenge. Érdekes pakó, érdekes, egyel sok magnéziumot, omegát, C-vitamint, kalciumot, aztán pöröketnek a rizs, husi, saláta, aztán jó lesz a testnek idővel. Hova szoktam menni, oda szoktam menni. De nyugodtan, Mili, szerintem bátran, amit kinéztél, simán megveheted, mert jó minőségű cuccokat árul, legalábbis nekem egyikkel se volt még semmi bajom. Szeretem. Mindent szeretek. Mit eddig kaptam, majd most fogok megint elmenni, szétnézni, hogy milyen új cuccokat tudnék onnan beszerezni. Közben szia Erik, hogy vagyok? Minden király, köszi, te hogy vagy? Ezt a pólót még mindig nem küldték ki. Nem mondott komolyan, neked se küldték ki, Spakó? Vojtatisnak se küldték ki a pulcsit, de akkor most szólok neki a srácnak, hogy akkor még neked se küldték ki a pólót. Hát ezt nem hiszem el. Akkor a többi embernek vajon kiküldték? Ezt nem akarom elinni. Mert így, hogy nem szóltál, én azt hittem, hogy akkor az már kiment. De így, hogy nem szóltál, akkor látszik, az neked sem ment ki. Mert volt, hogy is szólt, hogy neki nem ment ki, azt hittem mindenki másnak kiment, de akkor még neked sem ment ki. Az unlucky, akkor köszi, hogy szóltál, mert akkor ezt le kell adnom, hogy nem jó. Egyszer mondtad, de... Hát igen, egyszer szóltam. Mert egyszer szóltál te is, akkor egyszer szóltam nekik, akkor azt mondták, elintézik, de akkor sem intézték el akkor ezek szerint. Tehát itt valami nagy logisztikai malőr van, vagy a futárcég, vagy nem tudom, de itt valami nem stimmel. De jó, akkor hát
Most már 5:30 van, de nem megy, mert felhívom a srác a stream után. Hogy Mizu. Jó lenne, hogyha tudnám, hogy akkor most a többiekkel Mizu, mert akkor nem akarom minden nap hívogatni, hogy még neki is. Van köztetek olyan még, aki nyer dorkós pólót vagy pulcsit, és nem kapta még meg? Mert ha van ilyen, akkor szóljatok, aztán akkor azt is mondom. De amúgy csomó mindenki megkapta, de akkor egy-két ember nem kapta meg, de nem tudom elképzelni, hogy miért nem. Itt fáj, toáltak. Ah, ott is van a pali. Hogy ott fájtoltak volna? Ó, itt fájtolnak. Új ócska matyik. Egyik bent, másik kint. És ugye volt egy másik emberünk, aki... Oké, szia, Atis, hali. Kaptál valami e-mailt? Atis, pont most volt szó erre a dorkós cuccra. Van még egy srác, aki nem kapta még meg. Most kaptál valamit a héten, hogy valami csomagot fog érkezni? Hogy nem mondom meg ezt a játékot ennyi után? Hát nem tudom, Peti, egy játékban jó vagy és alázol, akkor élvezett vele játszani. Én élvezem ezt a játékot, szeretem. Van benne sikerem, örömöm, bánatom nincsen. Ha sok bánatom lenne, biztos nem játszanék vele, ezt elérted. Hova akarok visszajönni? Ja, én oda akartam visszafutni, mert ott volt egy motor, azzal megyünk tovább, hogy gyorsabbak legyünk. És most, hogy nem nyújtott be játszok? Eltűnt a beállításom, aztán azóta még lusta voltam megcsinálni. Valamiért eltűnt, nem tudom, hogy miért, aztán nem tudtam még visszaállítani, de elméletileg most másik megoldással kell megcsinálni, meg lehet úgy csinálni, de... Most így van. Nem nagyon van lőszerem, ezt lehet, hogy lootolni kellett volna az emberekből, nem csak átfutni rajtuk. Nem jött üzenet? Jó, mondjuk üzenet nem feltétlen kell, hogy érkezzen róla, csak lehet, hogy kapsz, hogy viszi a GLS futár, de... Nem hagytam itt sehol semmit, hát akkor vadászunk emberekből. What? Jó, te nem tudja ezt a gerítést átütni a moci. Mondom, hogy az simán átviszi. Ez most bot vagy player? Player. Léjjel, mert a bot nem dobál ilyenekkel téged. Nem jött üzenet, türelmes vagy? Szuper, Atis, és nagyon szépen köszi a türelmed. És nagyon sajnálom, hogy így történik. Én nagyon utálom az ilyeneket. Bármit, amit én intézek el, és ugye nálam van a csomag. Én azt tudom, hogy én feladom, az megérkezik, de amikor nekem kell csak leadni a neveket, és az majd egyszer intéződik, ahogy a PUBG-nál is van, hogy én csak leadom a neveket, és akkor a PUBG-sek majd egyszer egy-két hónap múlva kiküldik, ez egy horror, nagyon utálom. Tehát ezeket most nem is tudok úgy csinálni, és tényleg sajnálom, hogy ilyen dolgok vannak, de bízom benne, hogy azért majd el fog intéződni. Bár biztos el fog intéződni, nem hagyom annyiba, csak nem szeretem, ha valamit megbeszélünk.
És nem az történik. Moci az most hova gurult vissza? Ide. Nem sok ötössel volt, maradjunk annyiba. Meg az ilyen játék folyamatos kihívás jelentenek, mindig más szituáció. Nem egy story game, ahol egy-két végigjátszás meg unalmas lehet. Már elsőre is unalmas, hogyha rossz a sztori játék, nem vagy másodjára, de igen. Nem úgy, igazából, hát PUBG-ban minden kör más, minden meccs más. PUBG ez nem lesz unalmas. Szia zsivány, hali-hali. Nyomom, nyomom. Nincs csak lőszerem. Kaptam a headit. Egy egész ügyes player, aki ott van kint amúgy. Ott egy sapim. Nem sokat misszel, viszont Sapierbe kell, hogy ugorjak valami házba. Jól játszik, bárki is legyen az, csak fejes lőköbö. Tehát egy sapit azért csak hagytak itt. Mert főleg, hogyha hulla is van. Csak lőszer kéne már. Épp akartam mondani, hogy egészen hihetetlen lenne, hogy mindenféle lőszer van, csak ötös nincsen sehol, de szerencsére találtunk. Én csak a csalók miatt átbenedök ki a játékból időről időre? Jó, csak a játékban nem nagyon vannak csalók. Tehát nem tudom, hogy mi nem rendulsz ki. Nagyon sokan azt hiszik a replayre meg a deathcamre, hogy csaló, miközben az egy bugos cucc, tehát az teljesen el van csúszva, és nagyon sokan azért hiszik, hogy vannak a játékban csalók, mert hogy a replayt meg a deathcamet nézik vissza. De hát a játékban alig van csaló, én alig találkozok csalókkal, és mondtam már ezerszer, hogy csalókkal találkoztok, akkor nyugodtan küldjetek róla a bizonyítékot, és kibannolom őket, vagy kibannoltatom őket. YouTube-ra töltsétek fel a videót, és akkor én azt megintézem, hogy ők már ne lehessenek. Ne csak egy-két naposban kapjanak, hanem végleges, tehát az, hogy sok csaló van, nem tudom, én 4500 óra alatt nem tudnék 10-nél több csalót mondani, de még 10-et se, hogy találkoztam volna valakikkel. Tehát én nem tudom, hogy ti hol találkoztok ennyi csalóval, én nem szoktam csalókkal találkozni. Milyen helyeken vannak itt hullák, lol. Szia Csongi, hali-hali. 20 visszajelzést kaptál minimum? Nice. De azt remélem tudod, hogy a 20 visszajelzésed az nem biztos, hogy csaló. Tehát most érted, bereportolsz te valakit. Lehet, hogy az illető jól játszik, kap rajtad kívül még másik 20 reportot, és mivel jól játszott, ezért kibannolja a játék, miközben ő nem is csalt. Tehát itt azért kapsz visszajelzést, attól még nem biztos, hogy az ember, vagy az illető az csaló volt. A csomó player kap. Ezt de túl dobtam, bakker. Ez hol lett az a pali? What?
lekente valaki más, de nem hallottam lövést. Honnan lőtték le? Ja, hoztak lövést, hogy meg? Most már hallom. What? Kül van, Bari, hogy lősz rám? Ha jó lenne látnám a gyereket amúgy. Biztosan nem látom. Szia Számban, sziasztok, újra itt vagy. Let's go! Szia, szia! Nem lehet az, hogy nem látom a gyereket. Szerintem a render táv miatt, vagy nem tudom, hogy mit ezek a bokrok itt vannak az arcomba. Nem láthat rám. Alatt kell, hogy legyen azon a részen. A fönti domb az mi? Ott is... maybe lehetne, nem tudom. Ez a Mikovszki hátulra. De szóra nem megyek fel, tegnap 6 órát nyomtam rajta, azt vissza tudod nézni. Hát csak megnézem már replaybe ezt a gyereket, hogy honnan lőtt hátba fel ez a minis, mert bizisten nem láttam, de kíváncsi vagyok rá. Kaptam egy jó kis szendvicset. Műsak szemben merre jártál, mikkel játszom mostanába? Deston meg, mert tegnap kimaxoltuk, az amerikai szerverből elég volt. Igen. Hát kb. Itt volt már a sztori. Zsamboki? Nem, az, azt öltük meg, az volt ott. Tetőn volt fent hátul, és én ezt még nem láttam. Adjad már! Hát ettől a fa miatt nem láttam, mert ugye az ott sötét. Mi? Ez mi? Jó, hát most ez ki az, aki innen észreveszi, de most komolyan. Nincs ez az Isten. Hát az annyira beleolvadt oda, hogy ez esélytelen lett volna felfognom. Hát mint a fának egy izé jelen, az a feje ott. Látjátok a fejét? Az a feje. Ez esélytelen. Hát... Full, azt hittem, az egy levél, tehát az a feje, ami ott van a háztetőnél. Szép, jó spot volt, nem gondoltam volna. Na nézzük, munkáját váltottál, aztán első félében nem volt semmi idő, de most már van szerencsére. Nice, akkor szépen beállt már a rendszer, gondolom. Közben Rodnász, nagyon szépen köszi neked, és a 26. hónapot köszi a támogatást. Let's go! Újabb hype vonat előtt állunk, ha jól látom. Akkor az előző spot nem indult el, meg ez is határon van, hogy összejöjjön. Tehát igen, a PUBG az osztogat téves bannokat. Ha valakinek sok report összegyűlik egy bizonyos idő alatt, akkor kibannolják, mit tudom, egy napra, aztán három napra, egy hétre, aztán véglegest is kaphat, úgyhogy nem is csal, csak jól játszik. Tehát ezzel az a baj, hogy te kapsz visszajelzést, hogy valakit kibannoltak, miközben lehet, az nem is csalt, csak szimplán jól játszik. Tehát itt azért vannak problémák. 61 ezer G-coinom van, nem is néztem, te jó Isten. Mit csinálunk azzal a rengeteg G-coinnal? Ötletem sincs, hogy mire költsem. Én nem tudom ezt adni nektek.
Igen, de ha permát kapsz, úgyhogy nem csalsz, amit lehet kezdeni, semmit. Másik Steam fiók, újra letöltöd, aztán nyomod egy másik Steam fiókra. Semmit nem tudsz vele kezdeni. Hiába streamálsz, és tudod bizonyítani, hogy nem csalsz. Írsz nekik egy üzenetet, azt mondják, hogy sablon, Ctrl-C, Ctrl-V-t kapsz igazából, oly mindegy. Most jön a PUBG, ARK, GTA-t szokta játszani, ebben a félében még történnek. Próbáltad követni az eseményeket, de nem mindent tudták követni. Hát mostanában az ARK helyett megjelent egy olyan játék, aminek V-Rising a neve. Azt szerintem így, az, akinek tetszett az ARK, ez is biztos, hogy tetszene neki. Ez a V-Risingot nem tudom, hogy ismered-e. Ez egy ilyen zombis túlélős game. Ugyanúgy lootolni kell cuccokat, fejlődni, építgetni, stb. A PUBG az PUBG, ugye a PUBG-nek van egy másik vetélytársa, ami most nemrég jelent meg, az a Super People, annak most ugye van egy kis szünet időszaka, de hamarosan teljesen meg fog jelenni, már nem csak bétába, azt nagyon sokan várják, aztán ugye a Fortnite-ba bejött a vámpíros, nem zombi, egy kutya, aki akarja, úgy is érti. Hol tartottam? Ja, a Fortnite-be bejött az építés nélküli mód, azt is nagyon sokan pörgetik, meg ha jól láttam, akkor be fog jönni az, hogy lesz belső nézete is, FPP nézete, nem csak TPP nézete. Aztán a Tarkov helyett bejött egy olyan játék, aminek az a neve, hogy The Cycle Frontier, az is nagyon OP game, az is ingyenes Steam-en letölthető. Ha szereted a Tarkovot, akkor ezt valószínűleg ezt is szeretni fogod, mert ez sokkal könnyebb, ez ilyen lebutított Tarkov. Nagyon kezdőbarát, nagyon egyszerű, nincsen túl bonyolítva, gyors, pörgős és jól fut. Aztán van a Diablo, aminek a mobilos verziója kijön, de tudod PC-re tolni, ez a Diablo Immortal. Az is szerintem egy-két hétig, hónapig is akár jó lehet, hogyha szereted. Én nagyjából ennyit tudok így most írtán elmondani. Az elmúlt fél évben szerintem ezek történtek, amik így említésre méltóak. Meg a PUBG-be most fog jövő héten bejönni egy új pálya. A kódban folyamatosan a Warzone össze-vissza új pályák vannak, azt nem tudom követ, meg azzal nem játszok. De minden játékban így van, a permát kapsz, akkor hiába nem csalsz, nem fognak unbannolni. Én így vagyok a csével. Nincs rá? De minden játékban így van, a permát kapsz, akkor hiába nem csalsz, nem fognak unbannolni. Hát minden játékban nem bannolnak ki, a PUBG-ben van ilyen nagyon rossz reportrendszer, más játékról nem hallottam még ilyet, hogy report alapján bannolnak, ha nem csalsz. Ott a VAC, ha lebannol téged, akkor csaltál, ott nincs más. De itt nem a VAC bannol le téged, hanem a reportok miatt kapsz egy napos bant, három napos bant, hét napos bant, aztán egy napos bant. Ha VAC bant kapsz, akkor csaltál, akkor az konkrétan az elég fix. De itt report alapján kapsz, az automatikus. Ez más. Attól függ, milyen bant kapsz. Nem csaltásod, de VAC-ol vagy? Mibe? Melyik játékban? Ó! Jaj, de megjöttem, hogy rám lőnek, bakkert a jó Isten, meg állt a szívem. És tudom, hogy hol vannak a spotok, ahol lehetnek emberek, bakker. Semmi kis sabin, bakker. Ez nem jó. Most már. Csébe vagy bannolva? Hát ez fura. Miért nem hallottam még, hogy csébe kapott volna valaki úgy bant, hogy nem csal. Bocsi, Dominik.
meghoztad a lootot rendesen. De jó lett volna, a benzinkannát lőttem volna fel, és úgy halt volna meg a gyerek. Ugye, hogy benzinkannát lőttem volna. Nem egy jó sztályfont lett volna, de... Nem volt már időm arra lövöldözni. Ezt tegye meg, nincsen senkinek. Knocker mégis ott van. Jaj. Nem megad, miért nem csinálják meg normálisan? Hát valószínűleg, mert nem tudják, valószínűleg, hogy ez nehéz falat. Nem tudják szűrni a csalókat rendesen. Gondolom nem olyan egyszerű több millió játékost. Jó, Knocker ez nagyon kéne őket, és szerintem itt lesz bent ezen a izén. Ha nem, picit balra van a hangja. Nem ott lesz fönt. Hát... van bent valahol. Ilyet a szokásos bait. Nem tudok lőni! Nem tudok lőni! Pedig ez... Pipperoni lett volna, tudok lőni. Jó, fix scope az azért. Nézem, néz ki, nem? Köszi. Volt, amikor pár hétig nem játszottál a csillagot, amikor újra feléptél, arcomban nyomta, hogy vacolva lettél, aztán egy kicsit később újra tudtál játszani. Hát akkor kaptál egy téves band, de leszették rólad, akkor lehet, hogy volt egy ilyen téves band fázis. Hol vagy Jackson? De átjött. Ez a kocsi, ez most még kell ide. Szép. Jó volt, Bari. GG. Szia, nem tudod, mikor jön be M4 skin. Szia, Zalika. Hát, folyamatosan vannak új skinek minden fegyóra. Valószínű a kövi update-elem, ugye egy évét szerdején be új betőpassz, mert minden lehet, hogy akkor lesz új M4 skin. Non-stop vannak. Jobbnál jobb skinek a játékban. Hideoutban mi van most? Beria skin, ez nem tetszik, ezt elengedjük. SLR nem rossz, ez mi? Nagyon keményen néz ki, csak ezt a fegyvert nem használja senki. Amúgy itt is van M4 skin, ahogy látom. Itt is van M4 skin, ahogy látom. De vagyunk ezek, lehet, hogy ugyanazok amúgy. De itt van M4 skin. Nem kell az ott cheat-elni, hát, hogy bannolják elég, ha vazdetektel egy csalóprogramok vannak integrálva. Hoppá! Ha a csalás van a gépe, de már azt is látja, és már arra is bannol. Azt nem tudtam. Tehát akkor lehet, hogy rossz programokat töltöttél le, vagy lehet csak letöltötted, hogy teszteld offline, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy a vac hogy működik. Dunno. Én talán 12, 13 vagy 14 éves lehettem, amikor nagyon sokat C1 ponthatoztam, és ugye a C-ről ugye azt kell tudni az 1 ponthatról, hogy át lehetett lőni a falon.
és én letöltöttem a VH-t, hogy megtanuljam azt, hogy hol kell a falon átlőni, és ezért használtam VH-t, hogy megtanuljam a falon átlövéseket. Botok ellen, offline nyomattad, szerintem az belefér, hogy tanuljál, de az, hogy bemész publicra és szétkensz mindenkit, annak sok értelmét nem látom. Tehát tanulásra, oké. Okay. Most már szerencsére ugye van a replay, most már csak a replaybe átmész a falon, és akkor látsz mindent. Pedig én azért nem kaptam semmit. Pedig kipróbáltam, letöltöttem, hogy milyen láttam a izéket. Spotokat hol kell túrni. Nagyon sok fallövést én úgy tanultam meg, például annó 1.6-ba. Na, közben srácok, igen, a felkérte a PUBG parancsot Dominik beírta, akinek van Twitter-e, mindenki menjen rá, meg nyomjon rá egy lájkot, létsz, meg retweetelje, meg írjon hozzá kommentet, hogy milyen újdonságokat vagy változtatásokat csinál a PUBG-be. Ha mindenkitöknek van Twitter, akkor írja már be azt, légy szíves, hogy TDM-en az attachmentek cseréjét mentse el a játék, mert azt én nem írtam oda, azt valaki kommentelje már oda, és akkor azt így upvotoljuk fel, küldjünk rá sok lájkot, jó? Mit szóltok hozzá? Meg tudjuk ezt csinálni? Ha angolul, ha lehet angolul írjátok, mert magyarul úgyse tudnak, angolul kell nekik írni. Tűrűrűrűp, tűrűp. Hüzu Dominik, hogy vagy? Meg új anti-cheat se ártana. Hát jó, de hát ez ilyen legenda. Most egy új anti-cheatet nem nagyon tudnak összerakni, amíg TDM-be egy számot átírni, hogy ne 20 lőszered legyen, hanem 200, az egy kattintás, egy új anti-cheatet valószínűleg nem tudnak egyről a kettőre csinálni. Persze jó lenne, de hát, na az elhiszem, hogy sok idő. De amiket én ott összeírtam, azok egyik se sok idő, mert ott már majdnem minden kész van, csak át kell írni, hogy hogy legyen a map pool, hogy legyen a semmi, amiket ott én összeírtam, abban egy ilyen nagy bonyolultság sincsen. Be akartam odaírni azt, hogy a Tesserre legyen európai külön, de hát az valószínűleg pénz lenne nekik, meg plusz teher, tehát azt ki is töröltem, azt úgyse fogják megcsinálni. What? Ez Dominik barát? Dominik barát, sorry. Sorry, Domi. Túl sokan vannak itt most. Nem adunk esélyt neki. De az előbb nem is ilyen M4-skined volt. Ezért váltogatod az M4-skinjeid? Meg akarnak. Csinálja meg tőle szerintem így is. Jó, ezt kapott permát. Hát, nem tudom, nem vágom. Szegény Dominik. Hát most. Ez egy túl látványos halat, hogy itt van mellettem, aztán. What? Na hagyjad már, hogy a fal mögött vagyok és kapom a fejeseket, én ezt nem is értem. De a fal mögött voltam, azt úgy tűnt el a HP-m, hogy már a szekrény mögött voltam bent. Ez olyan érzésem volt, mint amit tegnap a Tesseron játszottam van a 130-as pinggel. Akkor volt ilyen, hogy így... Én nem is értem, hogy ezt szoktam. Szerver reflektálva végtelen idegesít, hogy a lobby 50%-a török, és közel-kelet-ázsia egyszerűen az játék kultúra nagyon messze áll tőled. Hát, erre nem tudok sajnos mit mondani. Bárki játszott bármelyik szerveren, le kell tölteni egy VPN-t, vagy egy olyan spanodra joinolni, aki másik régióból játszik, aztán egy amerikai haverod beinvel téged, akkor amerikai szeron fogtok játszani. Ha te inveled be, akkor európai szeron fogtok játszani, tehát ezt... Nem tudom, hogy lehetne megcsinálni, hogy ne tudjatok így együtt játszani, mert ezt valószínűleg mindig a VPN-nel ki lehet majd mókolni. De valószínű, hogy így ugye hiába van nekem most 10-es pingen, bejönnek össze-vissza világ másik végéről az emberek VPN-nel 150-es, 200-as pinggel, hogy az egész szervernek az átlag pingjét elrontják. Azért vannak a deszinkek, meg minden. A VPN az nem megoldás erre.
Most én felmegyek ameddig össze róla, hiába VPN-nel megyek fel, 150-es, 130-as pingem van. Úgyhogy azért nem olyan jó. Régió lokál accounthoz kötve. Hát igen, de ezt meg nem tudom, valószínűleg ezt meg nem akarják megcsinálni. Az egy túl szép világ lenne, hogy minden úgy működne, ahogy kellene. Hát nem tudom, egy ilyen ping limit jó lenne amúgy. Nem tudom, ez mennyit segítene, hogy mit tudom én, 110-es ping legyen a max. Mondjuk hát az is ugye már Amerikában, hogyha valakinek rosszabb nete van, akkor a 110 az nem lesz meg fixen. Hát nem tudom, mit lehet, az baj, nem értünk hozzá. Legalábbis én nem értek hozzá, köztetek, nem tudom, hogy ki az, aki ezt vágja pontosan, hogy ez hogy működik ilyen nagy szervereknél, stb. Passz, jó lenne mondjuk ez ilyen szinten érteni, hogy itt van 55 játékos, nekem 10-es a pingem, van akinek 100-as a pingje, össze-vissza. Hogy működik ez a desync jelenség, de hát ilyen szinten valószínűleg senki nem megy utána, hogy ez hogy működik. Úgyhogy hogy lehetne ezt lekorlátozni, hogy lenne a legjobb. Szeva Peti, mindenkire elkészi a kérdésed. Egy rövid stream van még egy, mennyi az idő? Most van 5 óra, 6 óra, hát még egy másfél órát tudok lenni max, addig próbálok minél több akciót csinálni, meg menni a killekre. Csirke vagy csi, az nem is érdekel, csak nyomni a izét, playeket aztán élvezni a PUBG-t, most valahogy visszaértekedem hozzá megint. Várom az új pályát, holnap jövő héten szerdán fog bejönni, ugye, az éleszer óra a milyen neve? Az új pálya, addig meg ugye Twitterre kiraktam egy posztot, azt ha tudjátok, akkor boostoljátok fel, kommenteljetek, lájkoljátok, retweeteljétek, és akkor mindenféle változtatás, amit akartok a PUBG-re orvosolni, akkor azt ott megtaláljátok. Narnia Radiant. Bújott csak a Matyi volt. Másik az ugye Dominik. Nem is remélem. Láttam, Dominik volt. Ja. Mosszad a játékokat, én is végre kész lett a teljes géped. Nice! Na milyen lett, Peti? Miket raktál bele? Hogy néz ki? Discordra nyugodtan küldhetsz be képet, hogy milyen lett a full setup. Egy ilyen szoba hozzá. Az annyiban jobb amúgy ezen az Európa Szeron játszani, hogy amit csinálsz, az egyből megtörténik. Nem kell a loot fölött állnod egy órát, hogy beadja a dolgokat. Három szuri? Az laza. Az laza. Tirip. Laborban nagy buli van. Mondjuk, ami kettes gírt jó lenne összeszedni. Kettes gír. Aminek jobb lootat szedett össze. A jobban adta a loot. Nice. Panzerfaustot jó lenne hozni, de akkor nem lenne DMR-em. És milyen gémeket szedsz le most, Peti? Mi az, ami most vonz téged? Ó, hát ugrottam. Égési sérülés nélkül, nice. Ha hát a szoba az picit rendetlen, rossz az a rendes PC, meg egy középkategóriás. Át 20-60, ne vicc, az bőven tökéletes. Szép lány, na milyen az új egered? Ruga Tibi, felkiáltójel AV720. És YouTube-on van róla teszt videó, meg tudod nézni. Pont tegnap raktam ki. Itt lövöldöztek pedig. Aztán YouTube-on az utcsó videóm amúgy konkrétan, Tibi, meg tudod nézni. Bármi kérdés van, nyugodtan jött, aztán segítek. Itt hullát látok, playert nem. Szia Zsolti, köszi! Itt minden király. Ha, most már hallom.
World of Tanks BF5, PUBG, Rocket League, Cold War Zone, meg Rainbow Six. Hát ne viccet, ez minden is van ott konkrétan. Ez teljesen jó repertoár. Szia, Bence! Vár az új God of War-t? Nagyon várom, én már beírtam a naptárba. Hullos lesz, hullos lesz. God of War az best game EU, ezt mindenkinek tolnia kell. Ez nagyon-nagyon jó game. Mortár is van, Panzer is van, ezeket el kéne, hogy használjam pedig. A kedvenc színed? Hát a tiédet nem tudom. Bár gondolom, amilyen színű a neved, ilyen barnás valami. Aha. Na, egy ilyet én is lövök, hát ha talál. Aha. Ezt kapd el, bari. Nekem is van ilyen. Hát igen, Peti, amúgy ezeket elmondta, ezek konkrétan igen. Dominik lőveldezik vissza nekem, vagy ki? Dominik az... Szerinted Bája Valranta a kapcsolatos lövelóból egyedül ki lehet jutni? Persze, hogy ki lehet jutni, simán. Simán, Tibi, simán ki lehet jutni. Saját játékodat kell fejleszteni, kommunikációs képességedet, hogy minél jobban kommunikálj a társaiddal, ne engedd, hogy flémeljenek senkit, próbálj egy ilyen összetartó kis csapatot kovácsolni arra az egy meccsre, morál boostot fent kell tartani, meg hát a kommunikációt jól kiosztani csapaton belül, hogy ki mit csináljon, ki hova menjen, infózni, meg hát ugye, ha te tudod intézni a dolgaidat, akkor lehozni a jó szitukat, akkor az teljesen jó. Ja, Peti, nekem is van egy egyterrás... Vagy hogy is van nekem? Van, nem is emlékszek rá, azt tudom, hogy nekem is csak SSD-m van. Van. Azt hiszem, van egy feltárásom a izére. A rendszernek meg van, vagy egy egyterrásom, vagy egy kétterrásom a izére. A gépemre a mindenféle játéknak. Kiteresed zsebben nyúlós? Á, nem drágák ezek, nem vészesek. A mai videókártya árak mellett nem az SSD lesz a izé. Dominik az ablakba motyózik. Hát ez nem hal bele. Hogy lehet az, hogy nem hal bele a molóba? Kiugrott. Orvat. Hogy lehet ilyen jó lootot összeszedni? Nem is értem. Milyen napom volt? Köszi szépen minden király! Szerencsére nagyon szuper napom volt, és még csak most jön a jövő Luddan. Hát ez elég fullos loot lett ilyet. Ami buggy indult pedig. Egy fenn. Mert ott van a mini, akkor elvisszük azt.
Meglepi. Arcba sniper. Meglepi arcba gránát. Ezt a miszklikkes úristenit, miért füstolt a kezembe, vagy valami gránát? Miért nem az egyes rendes fegyom? Jó kipussolt, nagyon szép, GG. Szerintem a fegyvert kellett volna, hogy elővegye a karakterem, nem tudom miért füstolt a kezébe, vagy valami gránátot vett elő. Na, fegyót vett volna, akkor talán azon oldalba tudtam volna lőni, mert pont annyi időm lett volna, hogy lőjem, de nem tudom, hogy miért a izét vette elő a gránátot, egyszer kis ő kirúg most dob a bőröbe. Nem. 70 ezertől kezdődik? Micsoda? Mi kezdődik 70 ezertől? Az SSD? Akkor valószínűleg nem olyanom van, akkor valószínűleg egy terrás SSD-n van, de hát most két terrás SSD. 70 ezer azért, nem azt mondom, hogy vészes, de most hogyha veszel egy gépet 1 millióért, akkor valószínűleg nem a SSD-n fogsz spórolni 70 ezer forintot. Szerintem, ahogy a tápon sem fogsz spórolni, mert egy milliós gépben nem egy 20 ezeres tápot fogsz rakni. Ez egy drága hobbi, drága mulatságja. Akkor valószínűleg egy terrásom van, nem 70 ezerért vettem az SSD-met, de hát 70 ezer ezért nem egy ilyen drága tétel egy SSD-re, mire rá tudod rakni az összes játékot, és akkor nem kell vele bénázni, hogy mindig mindent letör az, hogy legyen hely a gépeden, mert a kódot leszeded, és akkor már telé van az SSD-d, más nem fér rá. Most nem lesz jó loot? Unlucky. Unlucky. Ó, persze, vegán, oda esik, azt egyből leken a peremről. Amikor elmentél Szabira, abban maradt a Diablo, de ez meghalt teljesen? Az nem halt meg. Ezt minden nap játszok azóta is vele, viszont látom, hogy te nem játszol vele, mert már vagy 2-3 heter be se léptél a játékba. Szevagolsz, Haliali. Legalább nem hetente kell megvenni, ezzel nyugtatod magadni, és ezt egyszer megveszed, és 5 évig jó lesz, Peti, ezt nem kell hozzányúlnod. Hát amúgy, Tibi, amit írtál, az oké. Okay. Vannak olyan meccsek, amikor rossz társakat kapsz, de ide lesznek olyan meccsek, ahol jó társakat kapsz, aztán bízni kell abból, hogy te játéktudásod az jó, hozod a szintet, amit kell, a többiek meg hát, ha kapsz egy-kettő rendeset magadban. Vagy nagyon egyszerű, Tibi, gyere fel Discordra, vedd fel a Valorant rolt a rol választóba, ott a Valorant szoba, vissza tudod tekerni a chatet, mindenkivel is tudsz játszani, akik valorantoznak, és akkor úgy, hát ha jobb lesz. Ezért vettél PS5-öt, mert túl drága lett volna már gépet fejleszteni, a konzol amúgy 10x10, ez kicsoda. Dominiknak íze új szettje van. Ilyen szedbe nyomják, az igen. Dominik, új szedbe, Kenny. Nézd, Dominik, csinálj egy ilyet, amit most nyomtam. Csinálj egy olyat, amit ott most nyomtam. Hogy van ez, amit én akarok csinálni? KR Monster. Így van? Nem így van.
Monster? Úgy van. Igen. Igen. Nyere, Dominik, nyerjünk egy duót, ha már itt vagy mindig. Hello. Szépre kicsípted magad. Hali. Szépen. Megyünk űrbe nyerni. Yes, megyünk, easy win. De ugye a konzol az azért jó vétel. Veszel egy konzolát, PS5-öt, rákötöd az egered billentyűzet, aztán ugyanott vagy, csak egy videókártya fele árából meg tudod venni a PS5-öt, és akkor nem kell a géppel bénáznod. Ez fáj az. Yes. Nem baj? Nyilván. Paradicsomot gyorsan ki lehet tisztítani. Így van. Még nem piros, de majd az lesz, hogyha végzünk vele. Yes. Vagy Max, ott gyorsan elintéznek minket, aztán megy a kövé, nem tudom, majd kiderül. Ennyi. 512-es SSD-vel majdnem benézted. Sok válaszás nincs. Ja, látta a gépnél, nem. Uha! Az érdekes, Peti. Tehát, hogy valahol megveszed, és hisz, hogy nem is létezett a szám alapján egyik beszállítónál sem, mert az üzletni. Hát valahonnan, ahol megvetted, hát ott a papírod, ott a számlád, ott van mindenet, hogy innen vetted meg, ott a száma, nem? Nehogy már a garanciára ne működjön, az fura. Most olyan sok PUBG nem kompatibilis egérvíj kombóval. Hát, ja, vannak olyan játékok, amik nem kompatibilis. Ez a ruhában effekt csinálsz, hogy elfekszek, ezt nem vesztek észre. A rózsaszín, úgy gondolod? Ja, hát nem nagyon indik, szerintem nincs ilyen virág. Senki nem venne észre téged, szerintem. Beleolvadsz a környezetbe. Igazi kaméleon vagy. Ennyi. Megvan old. Sokat kell kúszni a földön, hogy piszkos legyen, és akkor úgy már jó. Nem veszik vissza a ruhát akkor. Te rappink. Igen. Bárcsak ennyi FPS-en lenne, hogy az égben nézek, ilyen 200 fölött megvan. Igen, nem lenne rossz, annyi lenne mindig. Annyira nem vészes, vagy vészes? Ilyen meccs közben vannak. Hát, nagyon vészes. Tényleg? Nem, amúgy viccelek, amúgy jó. Ranked közben is, nagyvárosban azért megvan száll. Hát, jobban érkezni. Ja, lehet, hogy kéne, ja. Jöjjünk ide balra. Oda is jönnek. Ja. Kettő. Ó, sapit vett fel egyből. A spanyát előttem az feles. Há, két oldalra. Ja, másik irányba harcolsz. Nyugi, még esnek le. Hátra örülök. Behúszok oda hozzád, ha tudok. Az egy. Ez nem tudom, mert... Ez a legrosszabb érzés, amikor ide bekúszol és itt lőnének le az utcsó szegbe. Hát igen, csak amiért még se volt szám alapján sehol sem. Ez érdekes. Áh, messze. Ennyi HP volt ennek. Hát ennyi HP-t hagytam neki. Hát, pont shot itt vette fel. Azt hiszem, hamarabb be fogja tárazni nekem az M4-et, mert ő még akkor izé. És csak a fegyóra váltott. Amikor én már tárasztam. De várjál, én akit lőttem, nem is az lőtt le, a másik lőtt le. Na nézzük, igen, üzletvezetőnő rendes volt, igen. Hát ja, Peti, igazából vannak ilyenek sajnos. Nekem képzeld el, vettem egy AirPods Pro-t, itt van. Ezt megvettem azért, hogy a edző streamekhez majd milyen jó lesz nekem a mikrofon. Na, ami igazából tényleg teljesen jó. Csak mivel telóról csináltam a streameket, amúgy ez jó pálya lesz, mivel telóról csináltam a streameket, ezért... Tegnap az volt a legviccesebb, amikor össze akartam veled kerülni párszor egy meccsbe, csak akkor teszterem, mert sokat inalizál valamit, nem értem, hogy mi... Hát az ilyen PUBG bug. Á, feature. Itt csak feature. Vagy van. Az, igen, attól függ, hogy hívod. Bug feature, itt a játékban ez ugyanaz. Na, tehát ugye telóra csináltam a streameket, és
Valamiért Telo stream, maga a program, a Streamlabs program rossz, és folyamatosan akadozik a stream, pedig 5G-m van, meg nagyon fullas wifi-m itthon, és mégis megakadt egy csomószor, ezért Telo streamet elengedtem, tehát egyetlen egyszer használtam a fülest, és vissza akartam vinni a boltba, de gondoltam előtte felhívom őket, hogy mit mondanak rá, hogy egyszer használtam, semmi baj, kérném vissza a pénzem, és vennék mást helyette, vagy csak adják vissza a pénzem, nem tudom, és azt mondták, hogy higiéniai okok miatt, mert már egyszer volt a fülemben, nem veszik vissza. Viszont, hogyha az Apple-nek az oldaláról vásároltam volna, ott 14 napig simán gond nélkül vissza tudtam volna küldeni, de mivel a iStyle-ba vettem, nem? iCenter-be vettem, ott neki külön szabályzatuk van, és azt mondják, hogy higiéniai okok miatt nem kötelesek visszavenni. Tehát most nem azt mondom, hogy kidobtam az ablakon 100K-t, de kidobtam majdnem az ablakon 100K-t, mert amire vettem, arra nem lett olyan jó. És így másra meg még nem tudom, hogy mire használjam. Nyugodtan meg tudom, hogy végére, úgy nyugodtan. Ó, tökéletes. Fight-olni megyünk, nem izé végére. Fight. Értem. Tehát én ezzel beszívtam. Amire vettem, arra sajnos nem jó, és így most valami új célt kell neki találni, mire fogom használni. Az, hogy zenét nem szoktam hallgatni. Na, minimum két team. Nem tudom, hogy mire fogom mit használni. Nem szkodozunk. De elég áll neki. Az nagyon jó lesz, sok killünk. Így van. Hozzák a KD-t. De mindenki a kórházra három megy. Három team, egy hospitál. Ja. Elénk jönnek csak. Ide is jön. Hát, kettő team. Hát van egy harmadik is, de szerintem az egyik, az hátra megy. Szerintem itt mindenki hátra megy hozzánk, nem jön senki. Ja. Mindenki hátra megy. Jó lenne. Hát akkor szendvics. Vagy gráz, hát. Száz méter. Van egy feres leddötöm. Egy mortálozó, amúgy elég fura hangja volt. Igen, azt nem adtam, de elszámoltam magam, rosszul lőttem. Az direkt volt, hogy adjál nekik is elemény. Picit kicsi lett szerintem azok, közelebb pattantak le. Ó, nagyon szörnyít most a loot. Sima, higiéniai boltba dolgozom, múltkor visszahoztak egy olyat, amit tele volt fűzsír, azokat kétszer is meggondolják, hogy miért is nem veszik vissza. Hát amúgy biztos vagyok benne, hogy igen, ilyenről van szó. Ó, köszi. Hát simán benne van a pakliba ez, hogy van, aki nagyon igénytelen, tehát... Mennyi first van, kérsz? Van sok, köszönöm. Valószínűleg ezzel nem tudnak mit csinálni. Hozták inkább ezt a szabályt, és akkor biztos nincsen semmi baja, csak hát... Így meg az olyan emberek. Nem, igazából ez nekem egy tanulópénz volt, mert így meg tudom, hogy honnan kell vennem bármilyen cuccot, ami ebből a hivatalos boltból online megrendelni, csak ugye az volt a baj, hogy nekem egyből kellett. Tehát utaláltam neked valami. Bementem a izébe, boltba megvettem, és már délután használtam, nem volt időm izé várakozni vele, hogy megjöjjön. De hát nem baj, minden ebben a saját hibájából tanul, tehát én most már tudom, hogy közelebb inkább rendeljen meg a netről. Téged lő? Én nem hiszem. Nem. Hoztam neked ajándékot. Tiéd lett mind, köszönöm. Nem van. Majd repeti, nyomjad. Ott van itt fejlődül az ajtó. Meg itt. Ez meg az harcolnak én szerintem elég valószínű. Van kettes kevó lent a fürdőbe. Jó, köszi. Jó. Király vagy. Hát nem találtam nagy szkópot, de mindegy, rájuk mehetünk. Milyen szkópot van?
Jó szkópom van. Na, akkor gyere cseréljünk. Pont jó. Nekem négyesen van. Nem fogadhatom el sajnos. Ha jól láttam, balra most futott, tehát jobbra ide középre, befele. Tűnök a ház valahol. Hírelök egy-egy. Oké. Okay. Egy meg kint. Bal oldalt van, kapott egy párat. A másik a lépcsőn szembe. Dob egy gránátot. Nem könnyítem meg a dolgod? Még falon keresztül kapt. Állak. Az ész. Pedig oda jó helyre lőttem, de aj, neki jobban beadtam M4-en, pedig tudtam, hogy ott lesz, meg még Prefairbe is oda akartam lőni, de nem pihent meg a gyerek. Án Lucki 57 damage. Szia Marci, hali-hali. Valami pad megdobott az utolsó pillanatban, aztán abba haltam bele. Ja, nekem is az volt, nekem is. Egy pad megdobott engem is. Egy patka, egy kis izé, ajtó, félfa. Egy jó kis mortáros kill, azért mókás lett volna ott a kórház tetején, izé, de figyel. Na, hagytuk az embereket ébrésnyesülni. Hova szoktál itt ugrani? Hát pontosan ugyanahol. Ja, igen. Ez amúgy jó spot, én szeretem. Annak fullosnunk gyorsan, aztán lehet menni darálni. Néha annak. Jönnek, néha. Na, akkor most megnézhetjük, akkor most jönnek-e. Amúgy ebben az egész sztoriban, amit az előbb meséltem, mondom, csak azt nem értem, hogy az Apple oldalról, legalábbis te bokrok meg ilyenek. Ha rendeled, oda vissza tudtad volna 14 napig küldeni, és kicseréltek volna meg, vagy a pénzt visszakapod. Itt azért nem járkálnak, de hivatalos iCenter boltba meg nem. És így what? Nem értem. Mondjuk Vulkan mellett nem biztos. Online vásárlás szabályai miatt? Hát jó, de most ha boltba veszed meg, az miért más, mint ha online veszed meg? Ugyanaz, mint kettő. Ugyanaz, mint kettő. Melyiket ugyanúgy egyszer használtam. Melyik a házba vidd a raktárt, ha gondolod? Oké, megyek a házba vidd a raktárt, ha gondolod. Én nem játszok. Nem szereted ezt a pályát? Hogyhogy? Nincs vele nagy baj szerintem. Gyors, kicsi pörgős. Nekem nincs vele bajom. Kicsit gyors fájtalós. Gyors lút, ezt nem lehet egyből a fájt. Nem kell húzni az időt. Menni kell emberekre vadászni őket. Teljesen ügyesek az online vásárlásnál, feltételezhetik, hogy jönnek ide mellénk valahol, de szerintem azok ide fogják rá. Hát az Apple boltba se tudtam megfordosni, mert dobozba volt, és azt nem mondják ki neked, tehát én értem, amit mondasz, csak ja, fura a locsik ki mögött. Jaj, jönnek. De hátsó hangárban van, ja? Volt a s... Nincs helmetem az a... Nekem se. Ah, itt van a kettes, aki jön. Hát majd lelő. Mint a fána. Úristen. DBS-re rálőttem kettőt, de meg se kottyant a gyereknek. Állítanak ki. Én megint a név. Aha, ez nem az. Én nem értem ezt a DBS-t, hát egy centiről a gyerekre ráállom. Mi történik, valahogy ne túlélőbbet járok? Nem lehet látni az enemiket. Olyan sok a bokkor és a magas fű, hogy jumpscare fejességet tudok kapni karral 1000 méterre. Futkár azzal össze-vissza ezerrel, nem nagyon fognak téged amúgy ellőni Scarral. Mocorogni kell jól, nem kiszámíthatóanak, nem fognak karral ellőni. Messzire meg rád lőnek, tudod, hogy hol van, aztán lekened őket. De nem úgy értem, amit mondod, csak
Nice try. Pontosan ezért rendesz mindent online. Hát ja, ebből most nincs tudom én, nekem is az lesz, hogy most azon az egy-két napon múlik, megveszem online, kihozzák, aztán, hogyha valami nem jó, akkor vissza lehet küldeni. De én nem is gondoltam volna, hogy ilyen lesz, hogy higiéniai okok miatt nem veszik vissza. Amikor ezt mondták, nem teljesen akartam elhinni. Szotyi Soti. Hát mondja, a DBS-t az spiritani szokott. Máskor a világ végre a hármas gírest egy hiteli, most meg aztán semmilyen gírest nem egy hitelt, mert csak 60-at sebeztem rá. Na jó, majd most századjára paramú, gyere! Nem értem, hogy mi történik a fegyveremmel. Van, amikor tényleg a hármas gíres simán egy hiteli, most meg semmi. Amikor valaki elektromos fogkefét akart visszahozni. Jó, hát ezért az más a fogkefe, mint egy füles. Hát passz. Hát jó, azért igen, azért van egy határ, amit meg kell húzni, de most a füledbe egyszer, mint a szádba egyszer, azért az... Nem tudom, azért az más. Elektromos fogkefét használtan se veszel, amíg füles meg veszel használtan is. Vagy hát nem tudom. Max az elektromos fogkefének, aki lehet cserélni a fejét, akkor érted? Akkor azt mondom, hogy az oké, akkor egy fejet kifizet, a többit meg valahogy elboltolja, nem tudom, de... I don't know. Na most jöhet mindenki, most mindenkit szétkenünk. És mi lett a vége Ghost az elektromos fogkefének? Mondtátok meg, hogy nope. Aztán ennyi. Hát persze Ghost egyértelmű, teljesen más, szerintem. Ja, az oké, gondoltam, hogy egyértelmű, hogy nope, csak hogy a Pali az nézett nagyokat, hogy miért nem, vagy nem kezdett el panaszkodni. Én nem vagyok egy panaszkodós, azt mondják nem, akkor azt mondom, jó van, akkor nem, csak magamban izé szomorkodok, hogy akkor ezt benéztem. Nem baj, mert utána jártam, aztán legközebb tudtam már, hogy hogy kell csinálni, és akkor úgy nem lesz belőle baj. Nincs esélyük. Beszéljek egy kicsit. Halló? Halló? Nem jó a voice chat, Dominik? Nincs voice chat? Nem hallak? De miért nincsen? Mi történt ezzel? Vajon audio? Ez mi? Full screen? Igen. Ez option. Nincs voice chat! Nem hallak! Nincs voice chat! Ez Dominik mindent izé talál. Legösszes tudja nála van. Merre? Bemegyek Discordra. Valaki jobbra lépett. Jaj, jobbra lépnek mellettem, ne! Botticello. Tudududududududu. Gyere Dominik Discordra, ha hallod, vagy nézed a streamet. Igen. 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 De pillanat, srácok, egy szek.
Na, oké. Halló, halló, halló. Gyere Discordra, Dominik. Discord, Discord. Nem jó a voice chat. Hello, hello, hello. Ez nem fogja hallani, valószínűleg a streamet, mert bezárta. Hát valószínűleg csak levágja, hogyha nem dumálok, akkor nem hallom. Ő se hall engem valószínű. Szia, Szeri, mi újság, hogy vagy? Discord! Annak még Dominik, ne szaladj! Ó. Oh. Ti a streamben amúgy mennyire veszitek észre azt, hogy most full HD-ba játszok és nem a nyújtottal? Nagyon másabb. Ezek lehet Botticellók voltak már, csak nem tudom. Nem, ezek nem botok voltak, nagyon jó útja volt a Palina. Ezt a mennyi lút. Lövésből kéne felírni neki a falra, hogy DC, jó. Kipróbáljuk azt. Nézd. Nálam nem beszélek. Tényleg, Dominik, hát 20 perc ezt mondom, hogy gyere Discordra. De hát ugye én se hallak, te se hallak, gondoltam. Ja, valószínűleg hát a streamet is bezártad. Ja, nem mutoltam. Nem működik a izé. Voice chat bebugolt erre a gémre. Ja. Na, igen. Csak le akar minket lassítani a játék, hogy túl profik vagyunk, tudod. Persze, olyan profik vagyunk, hogy csak na. És vagy. A te, persze, Pityu. Én nem, én nekem nincs killem. Nekem sincs. Nekem csak egy van. Assist. Nekem is. Pontosan, ugyanannyi van nekem is. Na, hol vannak, hova menjünk? Hát, ekkora körre ennyi ember, ez nagyon kevés. 18, ez nem sok. Hát nem sűrű. Valami high groundot kéne majd szedni. Hát akkor ne arra menjünk, ha high groundozni akarsz, viszont a Geri az lövöldözött, nekem... de hát nem hallottuk, tehát a világ másik végén van. Ja. De nekem tökéletesen mindegy, hogy merre megyünk. High groundot kértél, az ott van. Citromon. Én nem kértem, én javasolt. Hát volt azt kérted, azt kapsz. Amúgy a cheat-eim miatt mondtam, csak hogy menjünk arra. Van egy baj, 3 adrenalinom van. Kérsz egyet, vagy kettőt? Az nagyon nagy baj, nem bírja el a táskád. Hát nem sűrűn. Gyorsan nyomok egyet, aztán... Nyomjad, nyomjad. Fallen Angel. Jó neve van, tetszik. Tetszik? Vagy mint a Car Monster? A Blipe lesz jobb. Jó, azok itt vannak lent. Legolasz visszakente. Hát most már tényleg Fallen. Igen. Most csak már Spanya. Ah, akkor most egy nokkos. Egy nokkos van, most kell szaladni. Sajnos nincs semmi fregem, vagy valami. Nem se sajna.
kezem sincs, hogy hova benne. Te dobsz a flash-t? Yep. Ja. Amúgy van egy ötletem, szerintem abban a házban lesznek, ott volt egy biztos, hogy abban lesznek. Ja, tudja, hogy ott vannak. Na, kint balra, 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 kerítés mögött. Citrom. Beugrok a beházba. Ó, oh, Fallen Angel, nem misszel. Mi smoke-om sem. Ezt le kell kenni. Jobbra be. Oldalból is. Nice try. Sorry. Hát én sorry. Nagyon izélekedtek. Nem tudom, valami nagyon jól kapom. Pali, Fallen Angel az nem misszelt az. Kijött, ügyes volt, ügyes nézett, letúrt, ilyen így, no chance-szal. Nem, mint legelső meccs neked, Beryl el a csávóka. Az is jó messzire szélt. Ja, az finom volt. Szoktam én sokat olyat kapni, sajnos. Hát nem tudom, azt mondom, nem értettem, hogy az mi volt, azt mondtam, még egy ötször megölt volna, úgy tuti bereportoltam volna. Nekem volt már pár meccsem, hogy lelőtt kettőször, azt kibannoltak a játékba, még be se reportoltam. Wow. Az vicces. Közben szóval a cika John Terry egészségünkre. Let's go. Akkor ihat mi mindenki még egyszer. Yes, másfél óra eltett a streamer pöröket az ilyet. Hát szóval nem laj. Hali. Egi. Majdnem azt mondtam, hogy havas erangel, de nem, mert ez homokos. Havas erangel? Ez a... Igen. Hát az sajnos kivették. Nyári vikendi. Meg a vikendi ez tök jó volt. Fogtatok két csalót? Dominikkal? Balú játszik csak. Én letöröltem, ja. Aztán plusz szabad 200 giga. 200 giga a Daisy-vat? Ne, hát annyi mod volt hozzá. Ja, milyen modok vannak hozzá? Hát már milyen műhely. Le tudsz tölteni bármilyen mappokat, fegyverkiek, minden. Jó, hogy mit tudom, ja, hát ez nagyon leszített akkor. Hát műhelyi elemeket le tudsz tölteni, modokat, uh-huh. Megmondva. Szóval 220 gigányi mod volt. Nyami. Jó a pekádó? Tökéletes. És akkor, ha fogtok csalótot be lehet reportolni, aztán kapja a bant, hogy ez hogy néz ki? Vagy csak bereportolod, aztán vigyön nyomja tovább? Nem, PUBG-ben. Nem tudom. Minden nagyszerűen a saját modpakja van, nice. Mikor jönnek meg az új bejelésszer óra? Jövő hét szerdán. Igen, valójában szakértő Daisy-be. Uh-huh. Viszont nem jó az ugrásom oda. Lehet ezek ők orszaki. Szotyi házak lesznek itt előtte. Jaj, ez nem szó, oj, vannak bajok. Ja, vannak, mert nagyon sokan jönnek ide. Bemek a lúra. Kaszinóba vagy hova? Aha. Hát a mentesz, hogy házakba értem. A mellettem lokkolt a lácsáó. Nagy. Előttem is van egy, elettem is. Hogy mellettem is van, vagy 100 ember. Hát nálam. Szép. Én is volt. Mellettem vannak még csomó. Meghalt az árcsa is nálam. Szemben a bújnákra nokkoltam egyet. Szép. Közel vannak nagyon mellettem és már pusolnak rá. Jövök. Nem. Ezért... De ott nem, kint van egy mikrózival. Na bakker. Nem oké. Nem mennyire már úzizik. Úristen, very big. Nincsen shopi mazabban. Kám se volt.
De ügyesen ülnek. Lesek be. Az is jó. Mi? Na ne. Hát mondom előtt. Nem mondod, hogy egy HP-je maradt a Palinak? Jalabban egy HP-je volt. Vagy előtted nem. És nem halt bele? Előtt. Ja, előtted. Ez is amúgy jó a játékba. Jó feature. Gigi. Igen, az volt a legrosszabb, hogy a Tactical Bag-be beraknak már M4-et. Úristen, az szörnyű volt. Micsoda a Tactical Bag-be beraktak M4-et? Ez mit jelent? Az a back, az a taktika általás, amit tudom. Nem tudsz fel. Igen. Abba velvet. Ja, hogy te. Ja. Ezt fel sem veszem soha, ez nem jó semmire. Én is véletlen vettem, csak fel, mert hogy négy ember leugrott elém a shotgunon, és ezt felülről ledugrantották. Ez vicces volt. Csináltál egy tesszerút is magadnak, kísérletez mindenfélét. Nice, én nem tudom elkezdeni, hogy ez a Daisy világ, ez hogy működik. Nézőjáték van? Hát egy rövid stream van most, aztán Dominik azt mondta, hogy itt van gameben, én megmondtam, hogy akkor nyomjuk együtt. Itt is leszek örökké. Már nice. Az igen. Megpróbálok. Dominik az örökké, bari. Így. Mennyit tudok még maradni? Hát, nem baj, még ha ez gyorsan lemegy, akkor ide még jöhetsz te is, ha szeretnél meg, akkor már egy negyedik is jöhet, hogy valaki akar jönni. Nem vagyom oda, hogy szeron játszol 45 giga. Nice. Mert egy Camp Alpha, vagy egy Hatin? Hát, menjünk Hatinot egybe, amit tudunk fightolni. A bootcamp, mikor veled voltam ott a meccsben, az nagyon jó volt fent, 6x1 barillel. Na, akkor menjünk bootcamp, oda is mehetünk felele. Hát itt hamarabb kiugrunk. Ah, jó az ott. Akkor hopp. Menjünk Hatinra. Puk! Oda mész, megyünk, ahol szeretné. Super Pirről tud valaki valamit? Mindent tudunk. Mi a kérdés, Dave? Hamarosan meg fog jelenni, és onnantól kezdve rengeteg player valószínűleg át fog menni Super People-re. COD-ból is, Fortnite-ból is, PUBG-ről is, minden onnan is. Cség. Megjelenés az most lett volna július valamikor, az elmaradt, és akkor most augusztusra áttolták, augusztus valaha 4-a, nem tudom pontosan. Erre a névnapomra, 4-ére. Tényleg? Vagy csak mondod? Ja. Ne, akkor van tényleg. Hát oké, de... Nem, csak úgy mondom, hogy jó lenne, érted? Ja, így jó lenne. Azt nem tudom, valami augusztus valami eleje, akkor fog megjelenni teljesen. Na, akkor remények, ez van. Na, mi nem lehet kiugrani, hala? Azzal most mi van? Semmi. Ez egy beta játék, és most fog megjelenni teljesen. Biztos, hogy Daisy belőni, azt tudsz. Hát a Daisy, amúgy valószínűleg amúgy jó lenne a Daisy is. Még nem próbáltam ki. Ez valami stream, valamiért laggol, nem tudom, mi baja van. Crossbow-val nyomja? Azzal a lezzel népeket? Szeret crossbow-zni. Maradjunk annyi, olyan két pali. Két pali, ilyen ez. Á, inkább megijedtek tőled, ez a pro egyernyőtől. Valahogy idejött Pinem felé. Egy ide jött amúgy hozzánk. Abban a raktárban már talán van fegyvere is. Nagyon ló. Kint van, szalad el vagy hol? Igen, szalad el. Én ijesztő vagyok. Erre elfutott, nem tudom merni. Nem felit a konténerbe. Nice. PUBG állóképességjegyzés torna, erőedzés magyar, what? Az edző streamekhez van megcsinálva, a Sanaizy-re is úgy marad a PUBG-re is. Nem hiszem el. Nem baj, hogy lekent téged. Na, megjegyeztem. Nice. Leszünk még egy teambe. Nem, na, gyorsan akart jönni, hogy azért lerendezze a meccs. De várj, van még egy ember itt. Westről jön. Nekem muszáj hírálnám, mert... Jó, nyomj egy nyugodtan. Meg még egy van. De úristen! Nem, majd legalább nem majd tud jönni. Gyere,
Discordra. Felveszem egy Blájus pulcsit. Szerintem nokkot a sarkon. Ja. Potátó! Nice. Ez pont felszette, nice. Miért kérdezett John Terry, nem? Kessek a gránátot. Nem kell, nyomja, csak ott mindenféle lövöldöznek a közeledbe. Gyalog majd közel lesz. Várjunk. Én amúgy azt hittem, hogy azt, amit beírtam én állóképességi cuccot, az csak az edző streameknél van. Azt PUBG-ra leveszi. Nem kell. Nekem sok értelme nincsen, hogy ezért mindig át kell írkálgatni. Tutorial csinálok rendesen. Hát erre kíváncsi leszek. Nem fogom meg tudni megölni, megyek egy fához. Lehet elős. Big tutorial. Hát az elment mellette most egyszer. Nagy tutorial volt. Azt hittem alá akarsz futni, mert így nem tudom, de így. Nem, az csak a nem nézett ki a... Berobban. Hát oké, de hát akkor közelebb kéne hozzá raknod, olyan messzire rakott tőle, hogy csak na. Nem? De. De úgy is összejött. Nem kell logódni. Na, let me try. Jó van, hogy lehet felvenni? Nem tudom, hogy oda meg engedi be rakni alá, lehet oda meg nem engedi. Ó, király. Hát ez így, remélem, nem hogy nem megy ki felette, mert akkor olyan kivégek. Ennyi. Lett egy mortal killem, easy. GG. Na, múltkor ez jó volt, ezt néztem. Na, van egy negyedik slotunk, valaki akar csatlakozni? Még olyan, hát, egy win tudunk nyomni. Egy hosszú meccs még aztán belefér. Hol van a kis nem laj, Bari? Nem laj, itt van, beinveljük. Egy helyünk van még, ha valaki akar jönni, akkor van egy fél perce csatlakozni. Írjátok a neveket a chatre, és akkor beinvelem, addig meg Discordra majd átmegyünk a másik szobába. Igen, nem laj, itt van, nem laj, megérkezett, nice. Hello. Szia, szia, hali, hali. Az előzőben az a vicc, hogy a társamra joinoltam rá, és ő ugrott hozzátok. Tényleg? Én a stream sniper. Nice. Nem, én direkt azért nem mentem, amikor ő... Jó, nem tudom. Nem baj. Szép voltam úgy. Csak hát. Mókás. A társad az random volt, nem? Igen. Jó, akkor itt van FPP Treeman Squad. Best Squad itt van. Let's go. Let's go. Hát igen, a blájos pólósok itt vannak, meg... A cicafülű rózsaszín hajú. Azért egy jó nagy vesző kell. Délelőtt kipróbáltam én is ezt az új pályát Tesseron. Na és hogy tetszett? Jó. Nekem viszont nagyon bejön. Nekem is 10/10. Most PUBG kitett magáért tényleg. A kiki. Jó lett az a map. Mm-hmm. Jó lesz nagyon. Nekem ez az autó, ez az új soti, az is nagyon bejön. Autót megtaláltad? Pillar rendőr autót? Nem, viszont találtunk ilyen secret kulcsot. Nem? Igen. Secret kulcs rengeteg van. Az emeletes épületeknél, ahová be lehet menni drónnal, ott szinte mindig van. Meg az emeletes épületeknél, ahová be lehet menni a tetőre. Mert hogy ilyen ziplánnyal be tudsz menni a házba, ott meg mindig van ajtó, amit ki tudsz vele nyitni, tehát rengeteg ilyen házas gírt össze tudsz magadnak szedni. Tehát ez az autósoti házba verhetetlen automatán. Yes, az elég finom. És nem hipfire-ben legjobb kis célzőke megvan, aztán szórod. Lehet szórni az áldással, igen, az a biztos lesznek ilyen vicces lövése. Viszont nagyon sokat számít rajta a grip, meg a kompi. Csőszáj. Yep. Mm-hmm. Hogyha fönn van rajta a vertikál, meg a kompi, akkor ilyen 50 méteren belül is iszonyatosan gyorsan porlaszt. Na ízét kis, akkor próbáltam a suppressort rakjak rá, hogy milyen hangja van úgy. Meg az a legrosszabb, hát nem is ilyen, hát nagyon süstöl, ahogy lősz veled amúgy. Menő. Jövök ide, de menjetek fel oda nyugodtan. Mhm,
Ahol képes mennyi óra a játékba, tegnap jobban ment. Ez ilyen. Egyszer nagyon megy, egyszer meg kevésbé. Ez mindenki így van. Tegnap egybejegyeztünk. Tréningbe. Kivel? Ergővel. Ja, hogy bement, ja, hogy bementetek a izére a tréningszer óra, és akkor a... Így. Tehát, ja, hogy úgy egybejegyeztetek. Értem. Napok közül a weekend hiányzik neked? Hát, kövi season bejön vissza, minden igaz, Dave. Van egy olyan parancsom, hogy felkértél a map, azt hiszem. És akkor ott meg tudod nézni, hogy melyik seasonben melyik pálya lesz bent. Nem tudom, hogy még up to date, azt nézd meg. Mindegyik pálya jó amúgy, csak hogyha erangelen van kedved játszani, és 25-öt gyíre se adja be, akkor úgy szomorú. Jönnek páran hozzátok. Yes. Na, mi ajjal elintézzük őket simába. Örülök. Ó, miért vektortod az a játék is? Hangárba estek? Nem figyelted, nem vagy? Nem figyeltem. Levegőbb itt volt két ember velünk, de nem hallom őket, hogy trappolnának. Szerzek ezt kopott karra, azt nézem is nektek. Szerintem nincsenek itt, tehát full csönd van. Egy jött az. Láttam. Egy jött? Maradok. Egyet én láttam velünk esni. Utolatlan. Nincsen senki. Elteleportált. Bekapcsolt a botüzem módos. Én is láttam, hogy mi soha tűntek. Ja. Ezek úgy csúszak be, odébb mentek, nem akartak fejet volni. De hát akkor valószínűleg itt lesznek fölöttünk a ja. Citrom környékén, vagy itt vagyok. Egész vad akkor fölétek. Van ott nálatok a miszkó, meg van amik. 7x-et tudok adni. Jó lenne, Iron Sight-es csak. Fölöltetek, ott fut az ember. Mögötte hitelt a föld. Találtam. Iron Sight-es kar. Szétlőttem a narancs pintő balrában egy kicsit. Talán én is átoláltam egyszer karra, az lecsukta volt talán. Nincs kevóm. Fut vissza, itt van nálam citrom fele valahol. Nézd, ma van izé kád. Nokkos. Narancssárgán megint. Szép. Van még egy. Ez ilyen. Szép. Nice. Talán egy van még rajtam. Előtte Domi. Citrom van, itt van még úgy. Cívromot kaptam. Jó, meg még hátban megjött a negyedik. Ja. Hát, nem hallottam, hogy ez a gyerek ide balra ide jött közelre. Közben Dave, nagyon szépen köszi Attilának a subgiftet, az eddig subgiftet a csatornán. Nagyon szépen köszi. Köszi. Köszi támogatást. Nem hallottam semmit a sziszegéstől, úgy sziszegett a smoke, az a baj. Ezek a smoke-ok már csak ilyenek. Én abból ezt a gyereket nem hallottam, mert ugye itt három volt, egyet hallottam, meg láttam, de a másik kettőre semmit nem tudtam, azok már nagyon ide bekúsztak a lánk. Azt hiszem, szedni fogja a társát, de nem, pékelt. Én meg szívromot kaptam. Úristen. A társát, mert a harmadik szedte, ugye? Igen. Kit én nokkoltam. Most meg kéne nyugodnom amúgy egy kicsit, mert most... Kiugrott a szíved? Hát. Vegyél két nagy levegőt, szúszál, orrodon beszívod, szádon kifújod. Szépen lájtosan, csillesen. Így. Alulra is lehet amúgy így jönni erre háromra, aztán itt a negyedik. Nem lehet, tava szoktál ugrani ezen a mapon. Változó. Na akkor most pinelj egyet te. Ezt most megnyerjük. Így van. Aztán megyek. Ez a terv. Nem laj lesz a izé. Ezt a kettőt lehet elvinni különböző közepén. Akkor viszem a citromot. Na jó, akkor viszem egy szeraktárzt. Nagyon sokat számít, hogyha jó helyen vagy ezen a mappon.
Ja. Sok dom, meg minden. Ha nem azért, most közepén vagy, onnan nem igazán kell a harmadik körében mászkálnod. Nem szoktál mászkálni inkább kör közepén, chill? Hát nem az, ezen a pályán az a baj, hogy még simán második-harmadik körbe jönnek a kékből. Ja, hát, igen. Meg jammer pack, ugye. Uh-huh. Azt meg sok boost, millió boost a dobozokból, ugyebár. És mivel nem nagy a pálya, és nem kell nagyon járművezniük, ezért holnokon tudnak bejönni. Ja, és ez vagy, mikor kontrollal jön végig majd napja, aztán nem hallod meg. Uh-huh. Itt nem jó körszélét játszani ebbe a játék, ebbe a, ezen a mappon. Hát tudom, hát igazából ez a jammer pack, ez amúgy elég OP. Ezzel eléggé meg tudod lepni az embereket, hogy egy-két percig simán a kékbe vagy, aztán meg megérkez a hátulról a kis meglepi surprise. Így. Ezt én is tudom szeretni amúgy. Jönnek hozzátok. Nem, mert az 2v2 gyors szereg fegyót, aztán jövök én is oda át hozzá. És nagyon jól érkeznek, inkább odahúzom hozzá, nem le, jó? Gyere. Ketten jöttek raktán. De miért vektortod a játék? Ez teljesen jó közelre. Már van fegyvere. Jövök már rád. Azok a ház mögött vannak. Ó, úristen. Vannak bajok. Mind a kettő fut rátok, mind a kettő push van rátok. Nagyon lovas bent. Másik is itt van rajtam kint, kerítésne. Northeast. Társát lőtte szét. Itt van nálunk kint a kerítésnek. Nagyon szép, assist. Very nice team. Ez adott volna a játék, értem, most ez fegyvert, a vektor, de... A vektor az jó, csak mondjuk kell egy tár hozzá, mert legyen ez a tizen pár lőszer az elején, az gyorsan kipumpálod belőle. Igen, kéne a site is, ugyebár. Ők csak ketten voltak, ugye instant volt. Igen, amikor. Igen. Akkor jó. De most hát kented ok. A játék. Van secret kulcsom. Na, akkor nézem, hogy itt van a legközelebbi. Most fölöttünk. Milyen fegyverei voltak amúgy, azt kérdezzem majd meg. Nekik semmi extrajuk nem volt. Hol van fölöttünk, izé? Secret, mert én azt az egyet ismerem, Citramon. Hol van igen, még? Meg a Pinemen. Pinemen. Ja, hogy ott narancs. Hát az sincs nagyon közel. Csak boostot lőttem, nem laj. Kell boostem, laj. Bocsi. Van egy szurim. Akkor gyere, itt van még. Táskát keres, vagy izé sapkát keresek. Szén is viszont. Nagy erővel. Táska van kettes itt világ végén. Megint a Dream Killer House, vagy előző meccsben valami 40 embert megölt. What? Jó, nem annyit. Hát, ugyanaz volt minden, amikor mindenek a neve amúgy, ez a vicc. Tartom én is egy secret room kit. Valaki meg tudna dobni egy kis kötössel. Uh-huh. Adok majd, ha talizunk. Köszön, köszi. Dream Killer megpihent. Van, köszi. Nem tudom mire rakni. Nem baj, nekem van kettő fegyverre, mindaz van. Azért odaadom az egyiket. Hát itt leveldeznek Northeast-re karral. Citrom fele. Nekem is lőszerem, az a baj. Oda elmehetünk. Adok ötös, mindjárt leértünk, jó? Oké. Okay. Hetes is kell? Hát, ja. Keveset, tizet. Ó, köszi. Ó, király vagy. Köszi. Itt van még sok ötös nálam fent, a kéne. Vagyok. Van hetes is. Minden is van. Ó, sapka is van. Ha eldobom a berilt, akkor nem lenne kiszadom a száz lőszert. Nem kell, maradjon, van már. Ó, király. Köszi. Black L 7-es. Nope. Cheaped? Nope. Jó, akkor eldobok itt mindent. Mit keresztül nem laj? Van DMR-etek? Nincsen. Azt nem találtam még, nem néztem mindent meg.
Van SR fölött nálam. Aks, megyek is mindjárt. Adom. Ó, kösz. Köszi. Na, mehetünk. Merre menjünk? Citromra fightolni, vagy valamelyik secret kulcsot használjuk el? AR flash kell valakinek? Van, köszi. Narancsot nézzük meg, vagy egy citrompines izét? Barlangot. Mindegy. Ja, már mehetünk amúgy. Itt van a tudsz. Gyors kilútoljuk, aztán... Hát akkor menjünk a narancsra. Mondjuk itt meg lehet lesznek itt a város, vagy mibe. Kapakóba? Nem nagyon lövöldöztek innen, ott a citrom fele lövöldöznek, de majd oda gyors visszamegyünk akkor. Akkor keresztbe átmegyünk rajta? Én biztos, hogy átmegyek rajta keresztbe, de itt lootolatlan az egész szerintem. Akkor örülök. Vertikált ezt elviszem. Kell még nektek valami? Vagy megvagytok? Meg vagyok nagyjából. Van 4 scope, 2-es kevó. Aja, az kéne kevó meg helmet. Ott találtam is. Vertikál grip valakinek? Jöhet. Elhoztam. Előttem mortároznak, de az majdnem a izénél van a bányánál, ahová megyünk, vagy mi az. Akkor ezt már tartják azt a secret room részt. Hát nem tudom, hogy mennyi kulcsot lehet találni a játékba. Tehát azért szerintem, nekem van egy. Neked is van egy. Hát ja, de előtte meg 100 game-ben egy se volt. Van egy SKS valakinek kéne. Találtam, köszi. Inkább a Shredder, hogyha hát... úgy van. Nem, itt nincs senki. Viszont leveldeznek. Hát, lent a citromon vannak, tuti. Ja, oda lemehetünk majd ezután. Oké. Hallod mennyi hatig? Rengeteg mindenél. Van mind, nem tudom miből mi. Ó, azt a kritikált, azt elhozom. Hogy ez vertikált elhozom a manuálnak. Jó, itt... Aha, alul van bent a secret jelen. Jó, csak se fegyed. Nem kell, Bli? Annyi van, mint a fene, én már felvettem az enyémet, köszi. Nekem meg nem kell, ez a mappra túl nagy szerintem a 8x. Szerencsére ki lehet benne zoomolgatni. Igen. Hát ott fájtolnak a világ végén az erdőben a citromon, de pont nem látok rájuk sajna. Mikörön kívül vannak, levárhatjuk őket itt amúgy. Nem, Periszik van ott. Vertikált. Itt van, várja. Itt van állam most, várja. Itt van, tessék. Hol kellett lemenni? Ja, itt kellett lemenni. Ott van valahol egy ilyen kis sunyi. Pár hely. 4 darab bejárat van. Itt közel lefutok hozzájuk. De lát egy csávót. Pinen. Ott fut. Oh. Gerincen 2. 2 is. Akkor a fő nem látok tőle. Uff. Sniperese. Hol van levegőzve, nincs is onnan. Hát onnan hang alapján. Ott van. Én látom, de hát ő egy hitel. Igen. Itt szép. Jó, pusolni nem tudnak rátok, azt tartom. Nem is nokkolták le, nem rajtam úgy. Citrom környékén voltak. Viszont az új mapos pro nagyon. Még balra elkerülhetnek, azt nem látom sajna. Ah, futnak vissza rám, itt vannak rajtam. Ó, ez nem jó. Mind a három ide visszafutó. Kapta egyszer a kő mögött, pinen. Ó,
minimum 3 vannak rajtad. Uh-huh. Hú, de kiégek. Kör mögött pinen. Kapta. Lefutottak jobbra, Bly. A házba bement? Aha, azért még nem. A másik. Na, most már 3 bement a házba, mind a 3-at element. Vissza fogsz jönni, Bly? Hát nem nagyon. De. Motor. Motor jön felénk, nem Bly. Ez átment a hegyen, völgyön. Ember is ott fent. Úristen, ott még egy 3 menszkadett ránk. Narancsa vannak stönt. Igen. Már ez megint szendvics. Tudjátok picit tartani ezeket a házakat itt? Citromot. Citromon ott píkel az emeleten. Próbálom. Nokkos a citrompin. Hát nem tudom, hogy pusholni egyedül sajna. Jó, visszafutok hát hozzátok, igen. Amíg felszedik. Viskevi körbe nem lesznek benne. Aha. Mindenki lő engem sajna. Illetek a smoke-om, az a baj. Az baj nem... Van smoke-om, lőjek rá. Jó, most el vagyok. Ezeket a lenti házasokat kell egyet knockon, és akkor tudok futni megint. Úr, hát az a baj, hogy most rám lőnek a narancs, de próbálok egy kerüljön a helyre, hogy csak én is legyen rá. Narancsról meg rám lőnek. Igen. Most tartom, próbálok tartani. Lent, fent, mindenhol vannak. Most kettőt ellőttem, most futok. Ó, oh, első golyóval ellő a gyerek, akkor nem futok. De mondjuk remélem gránátjuk nem lesz. Entről nézd, töltök. Hát, és rám is, ma tudják a pozimot. Inkább visszafutok közelre rájuk, aztán lekenem őket. Narancsos, nagyon narancsok zavarnak engem az elő. Egy fut felfelé. Ott, egy ott van. Nok. Vineman. Ja, narancsok kifutottak? Egy ebben futott, csak egyetlen egy. Egy ott volt a kék pinnél. Mhm. Uh-huh. Emelet. Igen. Kint. Kettem volna. Házba kapta a gyerek. Kint van még kéken kívül, mögött a lévő. Búszolok egyedül. Nem jöttök. Alul. Igen, igen. Egy alul, egy meg az emeleten. A narancson nokkoltátok, vagy ott nincs nokkos most? Egyet nokkoltam. Nem tudom, hogy feleszették, hogy valamit csináltak-e vele. Még kicsit kijebb kerülök. Itt a kör mindjárt. Nem láttam fel, itt ketten is vannak. Ketten vannak fent az emeleten. Kapta egyik az emeleten. Hol a harmadik, én már csak azt nem tudom. Alul volt egy. Ú, nem láj. Aj, a másik oldal. Jó, futok. Egy kicsit. Jó, felfutok hozzájátok. Most hát, nem figyelne. Gyere. Próbálom tartani neked. Amit látok. Hát, akik az ott nem lesz jó. Itt vannak már a kékben. Jönnek, már jönnek. Jaj, nem már. Meg... Nézzük. Hát a világ végéről lőnek el. De hárman futnak. Alattunk, de hát, lehet, hogy fussunk be inkább a izébe. Nem tudunk jobbra elmenni, mert balról szétlőnek minket. Vagy onnan szétlőnek minket. Vigyázz, Bly. Igen, azok amennyire csak tudok. Na, itt vannak a citromon, amúgy nagyon közel hozzánk. Szép. Nice. Bár előbb vagy, gyere inkább menjünk be és tartsuk őket, ott már fog csípni a kövikör. Hát ja, csak nem tudunk bemenni, mert hátba lőnek minket, le kell őket fájtolni. Jó. Három boostom van. Úristen. Te akkor fuss be. Nincs semmi. Aha. Hussatok be.
basszus. Nagyon szép. Hát csak a kébe meghalok, szerintem booster betölt. Nincs izé first aid-je. Ja, azt nyomatom, csak nincs first aid-je a gyereknek. Basszus, előttem. Viszont ez még csak mi? Van még itt egy ember, vagy ez most másik csapat? Az ja, itt, nem, ebből az utcsó playerük azok itt van. Az heal-e. Nem baj, hát most nem tudtam mit csinálni. De pillanatban heal-el, az hát valószínűleg meg fog halni a izébe. De én csak hármat láttam, nem láttam, hogy nekik van negyedikük. De valószínűleg ez világ végén volt. Nekik is volt secret kulcsuk amúgy. Meghalt a kékbe a pali. Ez meghalt itt kint, ez már nem mocorog. Hátba. Nice. Ah, most fog meghalni. De hogyha azt meg... Simaliba. Mennyi híled van? Szevas Pakó, hajrá, szép estét. Hát akkor sima. Hát akkor simán ott maradhattál volna te is. Nem, az most lootoltam ki. Ja? Csávó volt, akit lelőttem itt. Előttem. Nem. Nekem is nem volt semmi hílem, az volt a baj. Annak, sorry. Hát nem tudtál semmit csinálni, de itt van. Balra fölötted lépnek. Hílelhetsz is, meg elkerülhetsz itt lent is, így simán a citromra. Bezony, Peti. Ott volt balra a körszélőn. Láttam. Szép. Hát itt is van. Kitusz luton új kevót, bebusztolsz, rezet szépen, easy win. Két nagy levegőt kell venni, Dominik, aztán lehozod easybe. Nyugi bugi. Sima. Nem izgulok ilyeneket. Csináltál már ilyet. Egyes kevó is jobb, mint a... Aha, ott a kettes, az jó. Ez nem is... Ajaj. Ez még nem is... Hát... Szállj és dobom el, ez minek ide. Négyen vannak, szerintem ez nem egy full squad, meg is bízom benne. Kör a szerencsére rátszűkült. Ma úgy, mert hirtelen megértem, hogy igazad van, de azt ránéztem a mapra, aztán láttam, hogy nem annyira jó. Egyébként nézd meg, Bly, az hova te ugrottál onnan, milyen messze vagyunk valójában? Igen. Hát ez kis pálya, gyorsan körbe lehet izé mókolni. Hát egyik irányba kell indulni. Ah, ott a pali a hegyenő. Ketten. Egy egyes vagy. Hát akkor le kell őket fájtolni innen, easybe. Így. Egy vinni, csináltam már ilyet. 20 másodperc alatt. Trrr, gyorsan izé, aim. Csíteket be. Még hármas satia is van. Minek? Minek az neki? Dobja le. Adja nekem. Jaj, de bot vagyok. Let's go. Csak lövés, nincs futás. Ja. Hát most négy ellen nem hiszem, hogy be tudsz futni, inkább nokkolj egyet, aztán utána fuss. Fűszálltó, nem láttam semmit. Hát akkor jóló. Futi. Fegyó nélkül gyorsabban futsz. Ja, rájöttem. Ezek nem is lőnek rá, de tudják, hogy hol vagy, vagy én nem tudom, mit csinálni. Addig a jó. De akkor fuss be. Hát akkor simeliba. Akkor azt ezek... De várjál már. Én nem tudom, hogy mit csinálnak konkrétan, nem értem. A sed az is benne is van. Nem baj, a sedbe át, ha lesz. Hát nem. Ah, az van. Ez egy másik duó. Itt amúgy jó vagy, most majdnem benne vagy. Citromon vannak, meg itt bent jobbra neked. Simán nyerhető. Most PNC és taktics.
Nem volt nélkül annyira ne izé nyomasd a bulit. És várd meg, hogy ők fájtoljanak, addig itt feküdj el a szotyi. Hát csak nem vagyok körbe, az a baj. Hát nem kell még most bemenned, tehát még egy perc múlva ér ide. Ráérsz egy 20 szekundban dobni egy füstöt magad elé. Nincs, itt a kő. Na hát a balos csapat az itt lesz, a citromon. A jobbos csapatot kell lematekozni. Elfekszek. Hát vagy az. Nagy toxic. Csak így nem tudsz majd jobbra nézni, nem? Nem mindig maradj így, aztán nem jönnek rá szerintem. Hogy de? Citromfinan fognak megállni valószínűleg. Hogy így fognak itt tartani lefelé kompóba. Uh-huh. Még egy balra mögötted közel. Egy V1. De rossz vagyok. Citrom van az utcsó. Igen. Van négy ebben, vagy valami? Nincs semmi. Ja, felszettel társa. Nem biztos, hogy felszettel amúgy. De volt critical response, kicsik azt azzal felszette. Ja. Hőszál belemegy a képembe. Nem szedte fel. Nice. GG. Kettem. Nem, az nokkos volt. Nokkos volt. Egyiket felszette, igen. Ott kettőt nokkoltam már, sorry. GG, jó volt, szép. Köszönjük, ez GG. Nem adja a meccseket, sorry. Hát ez teljesen jó volt. Hát ha nincs híred, te is meghaltál volna, te nem tudtál volna ott maradni. Egyet halad meg akkor. Hát inkább hozd a második helyre, mint hogy meghalljál a semmiért. De ezt mondtam, hogy még ebből a körbe is jönnek mögötted. Hát amúgy ez is az volt, igen. GG, ez jó volt. Köszi a játékot. Én is köszi. Vártunk. Köszi, hogy jöttünk. Ennyi. Köszi, hogy jöttetek. Köszi, hogy jöttünk. Csumi csumi. Hello, hello. Ali. Ha nem lehet, lenyomunk kettő párat. Mahát. Ezek, hogy elmegy bele, akkor bebből egyből a tajgóra. Vicc ez a játék is amúgy. Várjál, keresünk. Hol vannak a többi szobák itt? Mire yes. gondolsz? Milyen szobát keresel, nem laj? Hát úgy. Hát volt egy csomó játszós szoba. Igen. Na én azokat most nem látom. Ról választónál kell kijelölni, melyik szobákat akarod látni. Van ott bal oldalt, tehát egy ról választó. És amik rólt felszered, azt tudod, annak a szobáját látod. Tehát így nincs 1000 szoba fölöslegesen neked, hanem csak azokat látod, amik játékokkal akarsz játszani. Megvan? Látod a izét? Személyesen te... megmondom, hogy az nekem első lépések vagy... izét nyisd le, az a legtetején van, tekerd fel. Igen. Piros, ott van egy piros karika van benne rajta. Piros pöty, meg ról válaszod, rámész, és ott van a PUBG, a LOL, R6, COD, FIFA, Valorant, Diablo, Apex, WoW, ja. Minden. És akkor amelyiket felveszed, azokat a szobákat látod. Első lépéseket lenyitom, és semmi. Rögtön nekem az üres. Ja, akkor tudom, hogy mi lesz, mindjárt mondom neked. Rákattintsak csak rá a nevedre. Igen. Uh-huh. Akkor te még a Verify se csináltad, meg a pipát. Katta pipára. Bal oldalt a azt a Verify szobát látod, és ott a like erre kattint, és akkor azzal veszed fel a izét. A ROA-t. Azt se látod? Az első lépésekben a Verify szobát? A Verify szoba ott van, de zölden ki van. Zölden ott van ez a négyzet pipa. Ne hiába kattintok. Egyszer kattints rá a like-ra, és ennyi. Semmi. What? Nem történik semmi. Hm. Megnézhetni, megosztani a képernyőt, aztán úgy. Hát megoldom másképp. Annyit tudok, hogy meghívás a szerverre, és ennyi. Tessék, na most látom. Tessék, megcsináltam. Adok neked pár G rangot is. Csak nem tudom, hogy miért nem működik, mert most igazából te már ugye itt voltál a szerveren, meg ugye neked volt ez a izéd. Akkor várjátok, akkor át kell, még módosítanom kell egy kicsit. Akkor még gyorsan módosítjuk a server settings, roles, akik már alapból bent voltak, mint a barik, tehát
majd volt nekik a szabról, akkor azokat kéne megcsinálni, hogy ők is lássák a dolgokat, de azt hogy csinálom meg? Na lehet, hogy egyébként csak azért volt ez, mert Discord nekem háttérben mindig megy, aztán nem frissített le. Hát nem tudom, na majd a más is mondja, hogy nem látja van még szobát, akkor szóljatok. De igazából ez valószínűleg azoknál lehet érdekes, akik akik már ugye a barik rangot megkapták, de akkor mindenkinek adok verified-ot, és akkor nincs ezzel baj automatikusan, akkor én megcsinálom nekik. Verified-ot. Nem unatkozz. Hát, nem, én ezzel tudtam, hogy még ezzel valami baj lesz, de akkor most így megcsináljuk. Akiket legalább most, most jövünk rá, nem később, és össz. Jó, hogy is. Steam volt ma? Van egy esti programom, aztán így hamarabb kellett elkezdenem, ja. Aztán most meg mennem is kell, aztán ennyi. Gyup. Na, mindenkinek adtam izét, verified-ot. Úgy. Jó, hát akkor köszönjük a játékot. Köszönjük. Hát én is köszi. Én is köszi. Köszönjük, jöhetünk. Jöhettem. Legyetek jók. Jó gémet nektek. Sok kill-t meg csirkevacsit. Csumi, sziasztok, Alien. Hello, hello. Na, akkor itt mindenkinek adtunk verified rollt. Oké. Okay. És akkor most már azt hiszem meg is vagyunk mindennel. Oké, okay, ez így jó, szuper. Na, hát akkor srácok, let's go. Megyek a dolgomra. Köszönjük, hogy itt voltatok. További szép napot nektek, legyetek jók, és akkor holnap megyek le Pécsre a Grindmore-os bootcampre. Holnap nem lesz stream. Szombat, vasárnap ugyanúgy nincsen stream, ugye hétvégén nincs stream. Hétfőn jövök vissza, hétfőn folytatjuk a dolgokat. Nem tudom még, hogy milyen játék lesz. Majd még addig kitalálom, és akkor megosztom eltek. Egyetek jó, további szép napot, nektek meg jó hétvégét, jó pihit, kellemes kikapcsolódást, úgyis jó idő van. Igen, és akkor mondja, megnézem, hogy ki az, aki streamel esetleg, akit be lehetne hoztalni, egyszer gyorsan körbenézek. De szerintem, mivel ez milyen PUBG, G-Loot PUBG Season Super Weekend versen megy, PUBG Battlegroundson, de én azt mondom, hogy hoztunk egy Danut, mert ő most úgyis nyomatja a PUBG-t. New Map Deston Test Server, azt nyomatja elmeteg a stream címébe. Akkor ott tovább tudjátok nézni PUBG streamet, és akkor ott lehet nézelődni. Egyetek jó, további szép napot nektek, és Hambinót meg már lekéstem, mert Danut hamarabb vettem észre, de a került is osztolhattam volna. Yes, Hambinó, Danu, majdnem egy kutya. Yes, na, legyetek jók, további szép napot, szevasztok, pápa mindenkinek. Bye.